Idén 10. alkalommal rendezték meg Hajóson a Tracht und Tanztágot, azaz a viselet és táncnapját, amelynek eredete 2013-ra nyúlik vissza. Ekkor ünnepelte ugyanis a Hajósi Hagyományőrző Sváb Néptánc Egyesület fennállásának 50. évfordulóját. A jubileumot egykor felvonulással, bemutatókkal és táncházzal ünnepelték meg, amely annyira jól sikerült, hogy azóta minden évben megrendezték. Így idén is a szokásos módon a Heimat Múzeumtól indult a menet. Tudatta stábunkkal Szabó Zsolt, a Hajósi Hagyományőrző Sváb Néptánc Egyesület elnöke. Hozzátette, az idei esemény szintén egy jeles naphoz kötődik a település történetében. Ami a nevében is van, lényegében a népviselet, a hagyomány, a sváb hagyomány, a sváb identitás továbbadása, ami most nem is lehetne aktuálisabb, ugye, mivel a 300 éve annak, hogy az első telepesek megérkeztek ide Hajós területére, úgyhogy ez az év ugye ennek a jegyében telik, és igyekszük ezt mindenhol megemlíteni, és erről mindig megemlékezni. Szabó Zsolt azt is hozzátette, Hajóson minden családban van olyan, aki valamilyen módon kapcsolatban állt a tánccsoporttal, valamint kötődik a sváb hagyományok ápolásához, erre pedig egyre nagyobb szükség van manapság. Ezt Sauter Terézia is megerősítette, aki résztvevőként családtagjai egykori ruhadarabjait öltötte magára. Ezen például a nagypapámnak a monogramja látható, amit a nagymamám még akkor hímzett rá, amikor még jegyben jártak, és hát ezt büszkén viselem azóta is, ez egy eredeti darab, mint ahogy a szoknyám is, az pedig a másik nagymamámnak a szoknyája volt. Az eseményen a Néptánc Egyesület mellett a Hajósi Hagyományőrző Sváb énekkar is színpadra lépett, akik zenészükkel együtt 13 fővel tartják a köztudatban elődeik énekeit. Elég kevesen vagyunk, de a tagjaink nagyon aktívak, mindenféle rendezvényen részt veszünk, a városba is, és ahova meghívnak bennünket, el szoktunk menni nagy örömmel. Most voltunk nem olyan régen Soroksáron, Várgesztesen. Egyfajta szabadidő eltöltés, de nem csak az a lényeg, hanem az, hogy a Hajósi gyönyörű német dalokat megőrizzük az utókor számára, mert ez egy közhely, de mindig azt szoktam mondani, hogy ilyen utolsó mohikánok vagyunk, hogyha mi már nem fogjuk énekelni őket, akkor el fognak veszni, és az nagy kár. Az eseményen többek között a Hajósi Ifjúsági Fúvós Zenekar is közreműködött, de vendégfellépő is érkezett később a rendezvényre a Szomori Néptánc Egyesület személyében. Az estét pedig hajnalig tartó utcabállal koronázták Hajós lakosai.